23 éve, 1998. február 11-én megölték Fenyő Jánost. Fenyő 1934. április 19-én született. 1970-től kezdve fotósként dolgozott, majd pedig 1989-ben megalapította a VIKO Kft-t. Három évvel később ez részvénytárság lett, és szépen lassan Magyarország legnagyobb nyomtató sajtós cége lett. Ők 13 lapot birtokoltak, havonta több mint 12 millió számban jelentek meg a lapjaik, úgyhogy ö, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen kicsike kis sziget volna. És 1998. február 11-én este fél 6 óra környékén Fenyő János pirosat kapott a Margit körút és a Margit utca sarkánál. A mögötte jövő fehér mitsubishi kiszállt egy ismeretlen alak, és a lelőtte egy Agram 2000-es fegyverrel. Fenyőnek esélye volt a védekezés, az elkövető pedig vérprofi volt. Társa vitte a kocsit, ő maga pedig a fegyvert tette egy autó alá, a kabátját és sapkáját egy autó aj dobta le, majd pedig ő elment a Moszkva tér irányába. A nyomozás irtózatosan nehéz volt. Egyik oka ennek az volt, hogy Fenyő János konkrétan mindenkivel rosszban volt, hát végül is csak a Magyarország nyomtatott sajtót uralta, és az elkövetés vérprofi volt kivitelezve. Az autót hónapokkal korábban egy hamis személyigazolványra vették meg, ráadásul a géppisztolyt is külföldről szerezték be. Végül József Roecset gyanúsították meg, akinek a magyar hatóságok viszont csak az új lenyomata volt ez. Hogy miért is volt ez probléma? Hát azért, mert Rohács éppen csak egy szökésben volt egy DNS mintát, nem sikerült tőle venni, így aztán vártak. Vártak, 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 egészen addig, amíg Prágában el nem kapták egyébként banális miatt. És ezután pedig a magyar hatóságok DNS-t és lámlám -lám egyezett a kabáton és a sapkán lévő mintával, úgyhogy meg is kezdődhetett a büntető eljárással. dolgot szeretnénk. Rátsó, azért nem szlovákia adták ki a Magyarországnak, minek után elene, volt egy 1997-es elfogadóparancs egy merénylet megnyilosítása miatt, úgyhogy ismerős arc volt már a magyar hatóságoknak. Idővel Partik Tamás is bekerült a képbe, és mégis nem is annyira meglepő. Egy igazi true alvilági figura, aki mindenhája megkent, simán el tudja terelni beszélgetés abban az irányban, hogy neki jó, nagyon nehéz belőle információkat kisajtolni, valamint a budapesti alvilágnak igencsak szerves része volt 1990-től kezdve, és a 90-es évek végére pedig igen komoly befolyás szerzett szeretett volna szerezni magának az alvilágban, aki viszont ebben megakadályozta vagy veszélyeztette őt, azt szépen ki is nyírta. Az ítéletet végül a fővárosi ítélőtábla hirdette ki 2011 májusában. Portik Tamásot 13 évre, hivatalos és alanykéz utcai robbantás miatt, míg Joseph Fráncsot életfogytinglan egy börtönbüntetésre büntették. Majd pedig, kicsivel kevesebb, egy évvel később, fordulatot vett az ügy. Ugyanis ekkor Őrizetbe vették a Magyar rusz Szövetség egykori alelnökét, Gyárfás Tamás.